Csak egy nap az élet, fiúk, csak egy nap és nincsen tovább, de ezért a napért megszületni érdemes volt, cimborák. Hazajöttem a munkából, és lefeküdtem, aztán egyszer csak fölkeltettek, és házkutatás, és bevittek a gyűjtőbe. És a gyűjtőbe voltam 2 hétig. Na, én azt a pillanatot soha nem felejtem el, amikor az emberre így rácsapták az ajtót, és ott maradt egy szűk lyukba. Ha egy szóval akarnám kifejezni, akkor azt mondom, hogy 1956 egy csoda volt. A magyar nép csodája. Az én apám 56-ban golyók között járt, az én apám akkor éjjel büszke vadként állt, az én apám ott volt, mikor dőltek a szobrok, látta apám azt is, mikor jöttek a tankok, az én apám. Miért tudtak róla keveset az emberek? A Kádár rendszerben, amikor már stabilizálták a hatalmukat, akkor letitkosították 56 sajtóját. Teljes egészébe. Olyannyira letitkosították, hogy még a Széchenyi könyvtár hírlaposai sem férhettek hozzá. Akibe magyar szív dobog, akibe hősök vére csorog, az való közé csak abban bízhatok, aki a zászlónkat viszi, aki a himnuszt énekli, akinek egy hazája van csak, és egy cél érteti. Többnyire becsületbe vágó dolog volt, azt hiszem mindenkinél, hiszen minden 56-ost egyfajta köztörvényű ügyel is ítéltek el. Tehát ez forradalom volt, okozati összefüggésben ez forradalom volt, és az ellenforradalom pedig az volt, amikor leverték a forradalmat. Tehát nem, ha az okozati összefüggés nézem. Így aztán azt mondhattak az 56-osokról, amit akartak. Azt taníthatták az iskolába, amit akartak, mert egy olyan megtorlás után, ami történt 56-os forradalom leverése után, az emberek nem nagyon mertek megszólalni. Így is megtöltötték a börtönöket, így is megtöltötték a 301-es parcellákat, és így is rengeteg ember hagyta el az országot a megtorlás elől. És nem volt, aki ez ellen tiltakozzon. Na most, ha olyan gyerek tanulta, akinek a családjában volt 56-os, vagy éppen mertek is a gyereknek úgy beszélni róla, hogy erről soha az iskolában nem beszélj, akkor ő tudta, hogy ez nem igaz, csak éppen hangot adni ő sem mert, és nem is adhatott hangot, mert különben ketté vágták volna az életét. Mindig az erősebbek hamisítják a történelmet, és itt egyfolytában 56 hamisítása volt. És még most is szeretnék, mert most áttolják reformkommunista vonalra 56-os forradalmat, holott ez nem a szocializmus jobbításáért történt, hanem Magyarország semlegességéért és függetlenségéért. Mert aki hazáját igazán szereti, oltárán gyönyörű életét szenteli, piros, fehér, zöld lesz áldott szemfedője, de Isten úgy segítsen, 100 lép majd helyébe. Olyan hölgyet szeretnék a szónoki emelvényre szólítani, akit az 1956-os forradalom és szabadságharcban betöltött szerepéért 1958-ban első fokon halálra, 1959-ben másodfokon életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek a kommunista diktatúra idején. Felkérem Wittner Máriát, tartsa meg emlékező beszédét. De el kell mondani azoknak a nevébe, akiket kivégeztek, akiket agyonvertek, akik a börtönbe voltak, akik diszidáltak, kiszorultak a hazájukból, akik azóta meghaltak. Szóval annyi ember nevébe el kellett mondani, és ebben a gyönyörű parlamentben
ami engem mindig megfog, hiszen olyan márványba vésett aranybetűk vannak ott, hogy én amikor körbe megyek és elolvasom, és egyszerűen fogtam a székem, leültem elé, egy széket oda tettem, leültem elé, és leírtam. Mert ezt le kell írni, ezt többször el kell olvasni, ezt embereknek adni kell, terjeszteni, mert erről szólt valamikor egy magyar parlament, és erre épült, erre a politikára épült ez a gyönyörű parlament, és én mindig azt mondtam, hogy ez olyan gyönyörű épület, hogy ez az az épület, ahol hazudni bűn. És akkor, amikor én megkaptam a felkérést, én nagyon örültem, és hadd mondjam, meg is lepődtem, és akkor úgy végig gondoltam, hogy igen, hát most ebbe az épületbe kell, és ebbe az épületben nem szabad hazudni, igazat kell mondani. Meg hát egyáltalán, hogy ott a lehetőség. És a lehetőség, és azt mondtam, hogy még nem tudtam, csak fogalmazgattam a dolgokat. És én mindig úgy vagyok, hogy az utolsó pillanatra töprengek, fogalmazok, kerekedik, és az utolsó pillanatban állok neki igazán, mert mindig a bevezető a de nehéz. De akkor összeáll a kép, amikor... De akkor már, amikor a bevezetőt így végig gondolja az ember, és akkor így kezd írni, akkor már megy a toll. Akkor már nincs, akkor már ömlenek a gondolatok, és amikor eljutottam addig, hogy és ma megidézem az áldozatokat, ugye, hogy együtt vádoljuk a szocialista köntösbe bújt hóhérainkat. Hogy együtt vádoljuk a szocialista köntösbe bújt hóhérainkat. Vádoljuk őket, mert a lenini utat igyekezettel honfitársaink csontjaival kövezték ki. A világ legdrágább, legfájdalmasabb útja volt ez. A továbbhaladásuk tétje milliónyi emberélet. Vádoljuk őket, mert nemzetünk kiváló polgárait küldték vitófára, és gyalázták meg még holtukban is. Vádoljuk őket, a gulágon embertelen körülmények között elpusztult honfitársaim nevében. Vádoljuk az otthonuktól megfosztott és kitelepített polgárok nevében, kiknek kiszemelt otthonukba betelepedtek, elrabolva egy életmunkáját. Vádoljuk a recski haláltábor megkínzott, megalázott rabjainak nevében. Vádoljuk a munkaszolgálatosok nevében. Vádoljuk a 298-as parcella halottai nevében, az ABH erőszak szakszervezetük által fogvatartott, megkínzott és agyonvert emberek nevében. Vádoljuk a 6 millió meg nem született magyar gyermek nevében. Vádoljuk őket a legdrágább kincs a gyermek nevében, akitől elvették az apát, az anyát és az otthon melegét. Vádoljuk a legfőbb érték az ember nevében, akit egy tolvonással küldtek Bitóra, vagy zártak börtönbe hosszú évekre. Vádoljuk a megalázott, megkínzott bajtársaim nevében. Vádoljuk a sortüzek áldozatai nevében. Vádoljuk, hogy kiölték az emberből a hitet, a reményt, a morált, egy egyszerűbb, tisztább élet reményét. Vádoljuk őket Mindszenty Bíborosért, az Istenhez hű papjaiért, akiket börtönbe zártak hitükért, mert erkölcsre, hazaszeretetre nevelték népünket.
Vádolom, hogy kifosztották az országot, hogy a dolgos magyar nép munkájából elveiket megtagadva lettek vörös kapitalisták. Vádoljuk őket a magyar paraszt nevében, akiket megfosztottak földjeiktől, életterüktől, és így kiszolgáltatottá tették őket. Vádoljuk őket a történelmünk meghamisításáért. Vádolom a nyugdíjasok nevében, akiknek elrabolták a hosszú dolgos élet gyümölcsét, bizonytalanná téve biztos nyugdíjas éveiket. Vádolnak az élők, és vádolnak a meggyilkolt halottak. És vádoljuk őket, mert hitünkben megcsaltak, megloptak. Ezért megállapítom az áldozatok nevében, soha nem lesznek képesek arra, hogy magyar politikusként egy nemzet felemelkedése érdekében cselekedjenek. Itt teszem fel a kérdést. Milyen morál alapján ülnek egy magyar parlamentben még most is, és alkotnak törvényeket egy általuk tönkretett, kifosztott, megalázott nemzet számára? Ezért a Szent Korona tana és a magyar nemzet nevében erkölcsi hullává nyilvánítom őket. Köszönöm szépen! Az eskü az nekem egy szent dolog. És éppen ezért botránkozok meg, hogy a parlamentben mit jelent az eskü? Semmit. Üres szavak. Üres szavak, vannak, akiknek jelent, de többnyire, legalábbis a kormánynak eddig semmit nem jelentett. Mert tudtam volna naponta belevágni a pofájukba az esküszavát, akkor, amikor kórháztörvény, akkor, amikor a magyar nép ellen, akkor, amikor szóval a saját érdekükben kormányozták ezt az országot, illetve hát hagyták hánykolódni ezt a bárkát a tengeren, miközben sorba dobálták ki a hullákat belőle, hogy csak ők maradjanak most már életbe. Hát erről szól Magyarország elmúlt 8 év kormányzása, és igen, ha most a jó Isten nem veszi kezébe és nem segít, akkor ez az ország valóban elveszik. Fel is út, le is út, idegenbe visz az út. Fáj szívünkben régi emlék, bizony fajtás hazamennénk, de nincs hova, nincs hazánk, se otthonunk, se anyánk. Arra azért vigyáztak, hogy olyan könyvet is adjanak, hogy az ember soha ne felejtse el, hogy halálra van ítélve, és így történt, amikor a Stuart Máriát elolvastuk. Igen. És akkor én elolvastam, és utána, amikor a Kati olvasta, akkor már ketten voltunk. A Kati olvasta, és akkor, amikor odaért a Stuart Mária kivégzésre, befejezte, azt mondja nekem, hogy mit gondolsz, azt mondja. Nekünk is levágják a hajunkat, miért felakasztanak. Mondom a Katinak. Nem tudom. Hát, majd megmondjuk a bogárnak, hogy vigyázzon a hajunkra, mert most félsüködtünk. És ezzel úgy abba is maradt. 89-ben, ugye az ember 70-ben szabadul, akkor férhez megy, gyereket nevel, a napi gondok, minden. Úgy belülre volt zárva minden. És valaki mondja nekem a
a 301-es parcellába, azt mondja, te, én azt hallottam egy fegyőrtől, hogy a Kati mielőtt kivégezték, azt mondta a hóhérnak, hogy vigyázz van a hajára, mert most fésűködött. És abban a pillanatban, mint egy kötfüggöny ment volna el a szemem előtt, élesbe beállt az egész jelenet, és szinte kívülről láttam magunkat, ahogy erről beszélgetünk. És ez szinte földrengésszerű volt, ami bennem történt, és amikor jöttem haza Dunakeszire, ott a vonaton, azon a pici asztalon, ott írtam meg a verset, ami a Katiról szól. A halálra ítélt lány. Vigyázz a hajamra, hóér. Csak most fésülködtem. Nem akarok kocosan menni az úr elébe. Vigyázz a hajamra, hóér. Most nagy útra megyek, hol megszűnik minden, mi földi, és elhágy az emlékezet. Siess, hóér, de vigyázz. A hajamnak ne árts, méltón akarok menni a társaim után. A hajamra vigyázz, hóér, többé már nem fésülhetem. Éltem tükre elhomályosul, és kioltja fényét, hóér kezed. Hosszú útra megyek, hóhér, odát várnak már társaim. Éltünk közös szent harca, holtunkban is összefűz. Meggyalázták lányomat, nemzetem vallásomat, börtön miénk kínoznak. Barátom, mondd, becsületét is elvenni valakinek, akit fölakasztanak, és még holtába is gyalázni. Na ez az, amit én nem bírok elviselni erkölcsileg. Ne, egyszerűen nem bírom, nem tehetek róla. Azok az emberek, és ezt most mai szemmel végig gondolva, azok az emberek, akikkel már lassan ki lehet tapétázni a börtönöket, mert úgy szétlopták az országot. Olyan erkölcsi és morális és anyagi válságba vitték ezt az országot, miközben ők mások vérén, mások szenvedéseim megtolasodtak, és teszik ezt mindezt lelkiismeretlenül, akkor ezek az emberek mertek annak idején a mi becsületünkbe belegázolni. Szóval ez egészen döbbenetes, és ha ezt nem érzi át a társadalom, akkor ez a társadalom nagyon romlott. Akkor ott már nagy baj van. Nagyon romlott, és nagyon nagy baj van, mert akkor sokkal nagyobb az erkölcsi válság, mint a gazdasági válság. És ahhoz, hogy a gazdaságilag felülemelkedjen az ország, először is az erkölcsi, a morált kell helyre tenni, mert 50-60 éven keresztül elvették az emberektől a hitet, elvették az Istent, és nem adtak helyette semmit, semmit, csak lelkeket romboltak. És itt kell felébredni, mert ha nem ébredünk föl, nagyon szomorú végünk lesz. És akkor két vendég lesz a mai este folyamán a Kárpáti a zenekarnak. Az első és aztán a legesleges, legfontosabb. Fogadjátok szeretettel Winter Mária! Petrási Jánosék az 50 éves évfordulóra. Kihozta nekem ezt a demót. És lejátszottuk a,
a lemez, és akkor mondom neki, hogy tetszett, jó volt a dalama is, a szövegemet különösképpen, és mondom neki, hogy ebből sláger lesz. Mondom, de ki írta ezt? Azt mondja, ő. Mondom, gratulálok, jó szöveget írtál, mondom. Akkor már csak egyet kérdezek, van valami köze a családodban valakinek 56-hoz, mert ilyet megírni csak ezen keresztül le. Azt mondja, igen, az édesapám volt mentős. Ja, mondom, akkor most már értem. Magyar szabadságharcos fölött!